Na, szevasztok srácok, szevasztok, itt Facepopi, hát köszöntelek titeket újra itt a csatornán, és köszöntelek benneteket, újra egy nézzük együtt részben. A mai részünknek van egy apropója, hát aki figyelemmel kíséri a csatornát, az láthatta, hogy szertettem egy drónra, amit nagyon-nagyon szeretek, és egyre jobban élvezek. És természetesen ezt is, mint minden mást, szeretném azért normálisan csinálni. Drónos jogsim van, és beregisztráltuk a gépet, és minden hivatalosan van ahhoz, hogy tök jó kis felvételeket lehessen készíteni. Akit ez a téma érdekel, most igazából így ezáltal, hogy lett drónom, elindulnak ezek a fajta videók, meg amik ezekkel a dolgokkal foglalkoznak, ugyanis engem ez tényleg nagyon érdekel. Viszont ebbnek az apropóból, vagy ebből kifolyólag jött az ötletem, hogy akkor nézzünk már egy kis olyan videóválogatást, amikor a drónokat összetörik, mert úgyis minden drónosnak ez a félelme, hogy úristen, a drága cucca egyszer csak így... Na, hátrafelé! Kamera előre! Megény! Ez ilyen kb. Első reptetés lehet, és jaj, de jó, és megörülök, és akkor hajrá! És hát sajnos nem úgy. Szegény. És hát azért tényleg így van, hogy azért ezek nem olcsó dolgok, na. Lamborghini dreaming, meaning that no one can stop me. Started spitting sloppy, now they all coming to watch me. Made a lane that kept me staying on my own. This is my throne, that's why I'm taking the high road. Whoa, no one knows the way but your damn self. People try to lend a hand but they can't. What the fuck? Vigyázz a fa! Vigyázz a fa! Mert a témát figyelte. Kötél volt? Benti drónozás. Azt elmesélem. Ez viszont már nekem is volt, hogy ahogy meglett a drón is, és kb. Második nap, hogy így be akartam egy-két dolgot állítani, és még nagyon nem tudtam, hogy mi, hogy merre, és bent itt a szobába bekapcsoltam a drónt, és utána valamiért úgy döntöttem, hogy jó, akkor majd én azt most ott megfogom, ahogy lebeg, és megfogtam, és ő meg automatikusan csutka gázra kapcsolt, és egyfajta fel akart szállni. És nem tudtam hirtelen egy kézzel, hogy állítsam meg. Ha elengedem, akkor mivel a propellerek teljesen mentek, valószínűleg így kb. Így fél másodperc alatt, bum, neki ment volna a plafonnak, ezért nem tudtam, és valahogy így próbáltam utána így egy kézzel leállítani, és kb. Két percembe került, de én végig féltem attól, hogy vagy ledarálom a kezemet, mert nem tudtam, féltem leállítani is, hogy mentek a propellerek, minden, szóval nagyon sok veszély van ennek a dolognak, szóval amúgy alapvetően ez nem játék, na, ez tényleg nem játék. Oh! Landing. Something there I didn't landing. See. Landing. Addy mode. Yeah. Addy mode. Landing. That was seems landing to be okay. Mode. Must have been that bar right there. Making it for that thing. Taking it to the top. Oh shit! Don't hit it! Oh fuck! És utána lementek érte? Tedd rizsbe! Szegény. I knew it, Paul! You didn't listen to me! Mondjuk nem tudom, hogyha szerencséje van, akkor a kiszárad és az aksi azt hallod, de új aksival lehet, hogy megy. Te vagy cica. Tényleg oda kell figyelni mindenre. És még akkor is. Ha
Ez is, amit bármi más, nem? Hogy az ember rögtön azt gondolja magára, hogy ezt a szélgő nagyon tud. Hát, ez mi az? Hát nem. Pont a víz mellett tudod. Ez már FPV. Hát majd még mutatok nektek egy videót, amit tegnap találtam, mert ezt mondtam a srác. Megnézte anya, mit csinál a konyhába. Többek között egyébként pont az ilyen dolgok miatt nem lehet csak úgy drónt vettetni, lakott emberek felett, meg olyan helyeken. És ez egyébként teljesen jogos. Tehát attól, hogy valaki vesz egy drónt, az nagyon sok kicsit csak feladat. Most itt a magának a saját megválasztásra. Ez tényleg olyan, mint egy jogosítvány nélkül is lehetne kocsit vezetni. De veszélyes, szóval. Jó, hál' Istennek azért többnyire ezek kicsi dolgok is nem okoznak rá nagy kárt, de az ördög nem alszik. Hát a zenék miatt kifújni. Csokkerék! Hoppá! Bakker! Azért hozzáteszem például a DJ-nek is az FPV-je, tehát hogy 2 másodperc alatt van 100-on. Azért 140-et tud, tehát ilyen, azért már 100-al valami neked rett a fejednek, az még legyen egy kis darázs is, akármi, az ott már azért sebesülést okoz. Az idő, mert az ember el van foglalva azzal, hogy ó, de jól nézzünk ott ki, figyelj már, de... Tökfezés dolog egyébként az, hogy ha valami megtetszik neked, ez most legyen drónozás, horgászat, vagy bármi valami új dolog, amit szeretnél csinálni,
akkor rákeresel ugyebár a neten, rákeresel a videókra, és akkor általában azért olyan videókat néz meg az ember, amik mutatósak, amit profik csináltak, akik már évek óta ezzel foglalkoznak, vagy legalábbis már egy jó ideje, meg ügyesek benne, és ehhez mérjük saját magunkat, és azt szeretnénk, amit ők, tehát annyi halat fogni, vagy úgy drónozni, vagy olyan felvételeket csinálni, de hát ugyebár a létrát azt mindenféleképpen mindennél meg kell járni, és végig kell csinálni, hogy elérjük ezt, és ehhez mérjük munkat, szóval ez nem egy jó omen egyébként, és éppen ezért is kezeljük talán rosszul ezeket a dolgokat. Ez valahogy mindig észbe kell szerintem tartani, hogy nyugalom, tehát türelem, csinálni kell, figyelni, tanulni mindent, és akkor előbb-utóbb össze fog jönni, hogyha komolyan akarja az ember, de ez nem megy egyik pillanatra a másikra, ne essünk abba a hibákba, hogy ó, hát velem úgy se történik, hát ó, hát nekem úgy is megy, de ez nem így van. Besokalt. Well, folks, it's time to kick it old school. So you can feel cool. Give it to me, baby. Baby. És ahogy ígértem, szeretném nektek ezt a videót megmutatni, hogy egy ilyen FPV-vel, egy olyan srác, aki már azért úgy jobban benne van, hogy miért tol, hát én szédültem meg kész, hogy valaki így tud. Bro. Én nem is tudom lekövetni, tehát én azt mondom, hogy én soha nem is tudnék így ilyen szinten tolni, de ez természetesen nagyon-nagyon sok gyakorlás kell, de szóval egy kicsit pillancsuk bele azért. Ez ő. Érzék is kell hozzá. Gyakorlás, meg olyan helyek. Hát, meg nagyon sok minden. Ugyebár, de azért legtöbbünk azt mondja, hogy aki megvesz egy olyat, félsz úgy használni, mert nem akarod, hogy baja legyen, és éppen ezért nem viszed a helyekre. Ha megviszed, akkor meg elkerülhetetlen, hogy a baj lesz a legutó. Ez véletlen. Na hát ennyi lett volna a mostani videónk, remélem tetszett, ha tetszett, akkor gyabj egy lájkot, jövünk legközelebb, és figyeld, hogyha a drónos tartalmak érdekelnek, akkor figyeld a csatornát, mert hamarosan jövök ezekkel is, és próbálok ebből minél több mindent elmondani, majd minden tényleg, amivel én szembe jön, vagy ami velem szembe jön ezzel kapcsolatban. Jövünk legközelebb, és szevasztok, ciao.